Közel 60 egyesület versenyzőinek részvételével rendezték meg az elmúlt héten Debrecenben a 124. felnőtt úszó országos bajnokságot. Tekintve, hogy június második felében világbajnokságot rendeznek Budapesten, a teljes magyar élmezőny medencébe szállt az OB-n. A Nyíregyházi Sportcentrumot 16 úszó képviselte, és a csapat 3 bronzéremmel és több döntős szerepléssel tért haza a debreceni sportuszodából. Elég kemény napon vagyunk túl. Én úgy gondolom, hogy jól szerepeltünk, semmiféle hiányérzet nincs bennem. Néhány dologban pontot vesztettünk, vagy pontot hagytunk, de én úgy gondolom, hogy ha mentálisan és kicsit fejben erősebben tudunk felkészülni, akkor ez a jövőben nem lehet probléma. A versenyzők mindenki megtette a tőle telhetőt, az ifjúsági korúak, illetve a serdülőkorúak is indultak ezen a versenyen. Váltóban nagyon komoly szerepet vállaltak, illetve volt, aki B-döntőt úszhatott, ez is kiemelt egy ilyen országos bajnokságon. Stankovics Anna az 50 méteres mellúszásban az ezüstérmestől 300-addal elmaradva a harmadik helyen végzett, csak úgy, mint 50 gyorson, amelynek döntőjében 25-56-os egyéni csúcsot úszott Szollár Gergő tanítványa. Azt gondolom, hogy alapvetően megmutattuk azt, hogy jó formában voltam, hiszen 50 gyorson ez nagyon is kijött, és az nagyon jól sikerült. Az, hogy a mellúszó számokban, illetve az 50 mellen ez nem annyira sikerült, inkább a fáradtságnak tudnám be, de azért keressük az okokat arra, hogy az miért sikerült gyengébben, de az 50 gyors az egy nagyon jó kiindulási alapot ad a következendő időszakra. Stankovics Anna 50 mellen tagja lett a világbajnokságra készülő válogatott keretnek. A harmadik bronzérmet Barna Bianca szerezte a 200 méteres mellúszásban elért 2 perc 32,61 százados egyéni csúccsal. A 16 esztendős versenyző 100 mellen negyedik, 50 mellen pedig ötödik lett szintén egyéni csúcsokkal. Nagyon elégedett vagyok, nagyon jól sikerült a felkészülés, és a versenyszámokhoz is úgy sikerült odaállnom, hogy fejben ott voltam, és elhatároztam, hogy meg szeretném csinálni. Az 50 méter egy olyan szám egyébként, ahol nagyon nehéz döntőbe kerülni, mert nagyon sokan vagyunk egymás után ugyanazzal az idővel, de azon is sikerült épp, hogy becsúsztam a döntőbe, ahol ott is tudtam javítani az egyéni csúcsomon, illetve még előrébb végezni, mint ahogy bekerültem a döntőbe. Bianca nem sokat pihenhet, mivel tagja a május 14-én kezdődő franciaországi gimnáziadére utazó ifjúsági válogatottnak. A középiskolások világjátékán 5 egyéni számban áll majd rajtkőre Urvin Tamás tanítványa. Szombaton Debrecenben a Hajós Alfréd Kupa második fordulójában 40 nyíregyházi fiatal úszószál medencébe, egy héttel később pedig Hódmezővásárhelyen a hosszú távúszó ifjúsági Európa-bajnokság válogató versenyén mérettetik meg magukat a sportcentrum versenyzői.